Első rész. Hanvas Béla írásai a női eszményről, a női nemről, nőkről, szerelemről. Hanvas Béla szerepta. Ha utópiámat meg kellene határozni, azt mondanám, hogy az a bölcsek és a szép nők országa. Ezek a kedvemre való teljes tudatú emberek. A teljes tudatot viszont a legszívesebben azokkal a szavakkal határoznám meg, hogy az minden pillanatában örökké valóságra kötelez. Az élet győzelme, ha sikerül többet és nagyobbat teremtenie, mint önmaga. Ez az életnél magasabb és gazdagabb a szellem és a szépség. Bölcseknek és szép nőknek nincs hiányérzetük, és ezért nem akarnak behozni semmit, és ezért nem irigyek, nem féltékenyek, nem félnek, és ezért nem zavarodnak meg és nem tévednek el. Az egyetlen, ami előtt a teljes tudatú férfi meghódol, a szépség. És az egyetlen, ami előtt a teljes tudatú nő meghódol, a szellem. A szellem hódolatát gyengétségnek hívják, a szépség hódolatát odaadásnak. Dicsőítem azt, ami kemény, mint a gyémánt kristály, és megfoghatatlan, mint a jázmin illat szerelem és matézis. Vagy ami ugyanaz, metafizika és szenvedély. Hamvas Béla, a Villendorfi Vénusz. Második szöveg, a Villendorfi Vénusz. A hódolat a Villendorfi Vénusz szobra előtt régebben valószínűtlen lett volna. Ma van olyan híre, esetleg híresebb, mint a knidoszi Afrodité. Nem szépsége miatt. A két Vénusz viszonya az, ami mondjuk Tiziano és Grünewald nőjének viszonya. Tiziano túloz, a ragyogástól a nőt nem is látom. Grünewald túloz az ellenkező irányba, de a nőt szintén nem látom. A Willendorfi Vénusz inkább csúf. Nem közönségesen, hanem metafizikailag. Ha a Knidoszi Afrodité vallásosan szép, ez a Vénusz vallásosan csúf. A művész azonban a metafizikai koncepciót oly komolysággal mondja ki, hogy a görög szobor mellette elhomályosodik. A halhatatlanság nem a halálon túl kezdődik, mert az egyáltalán nem kezdődik, hanem mindig volt és lesz, és van, itt, most és mindörökké. A férfi halhatatlanságát abban látja, ami maradandó, ezért becsvágyó. És kell neki a hír, és a szobor, az építés, a költészet, a fölfedezés, a tudomány, és a gondolat, és a királyság, a nagy tett szentnek lenni, és hatalmasnak. Ez az emberiség története. A férfi nagyság megmaradni. A másik becsvágyat csak asszonyok értik, de nem beszélnek róla, s ezért olyan, mintha nem lenne, de a világot kormányozza. A nők tudják, mi az a pillanatban öröknek lenni, felragyogni és már is kialudni. A csipke, a függöny, a kivasalt gallér, a tányérleves, a kezek titkos érintése, egy hang, ami könnyű és eltűnik, mielőtt elkezdődött volna. A halhatatlanság a mulandóban van. Annál inkább minél mulandóbb a virágban és a víz tükrén csillogó sugárban. Amit mi elmúlásnak hívunk, az számukra az örök. A mi dicsőségünk teremteni, az övék teremni. Mi elégünk, ők vannak, mint a tenger, az ősanya, a víz. Mi halálunk után vagyunk halhatatlanok, ők itt, az életben azok. A testet öltésben válnak örökké. A kedében, hogy a világ elmúlik, és minden fűszál megmarad. És az, hogy megmarad, az a nő. A hódolat a Villendorfi Vénusz szobra előtt régebben valószínűtlen lett volna. Ma van olyan híre, esetleg híresebb, mint a Knidoszi Afrodité. Nem szépsége miatt. A két Vénusz viszonya az, ami mondjuk Tiziano és Grünevald nőjének viszonya. Tiziano túloz, a ragyogástól a nőt nem is látom. Grünewald túloz az ellenkező irányba, de a nőt szintén nem látom. A villendorfi Vénusz inkább csúf, nem közönségesen, hanem metafizikailag. Ha a Knidoszi Afrodité vallásosan szép, ez a Vénusz vallásosan csúf. A művész azonban a metafizikai koncepciót oly komolysággal mondja ki. Hogy a görög szobor mellette elhomályosodik. A halhatatlanság nem a halálon túl kezdődik, mert az egyáltalán nem kezdődik, hanem mindig volt és lesz, és van, itt, most és mindörökké. A férfi halhatatlanságát abban látja, ami maradandó. Ezért becsvágyó, és kell neki a hír és a szobor, az építés, a költészet, a fölfedezés, a tudomány, és a gondolat, és a királyság, a nagy tett, szentnek lenni, és hatalmasnak. Ez az emberiség története. A férfi nagyság megmaradni. A másik becsvágyat csak asszonyok értik, de nem beszélnek róla, és ezért olyan, mintha nem lenne de a világot kormányozza. A nők tudják, mi az a pillanatban öröknek lenni, felragyogni és már is kialudni. A csipke, a függöny, a kivasalt gallér, a tányérleves, a kezek titkos érintése, egy hang, ami könnyű és eltűnik, mielőtt elkezdődött volna. A halhatatlanság a múlandóban van, annál inkább minél múlandóbb a virágban és a víz víztükrén csillogó sugárban. Amit mi elmúlásnak hívunk, az számukra az örök. A mi dicsőségünk teremteni, az övék teremni. Mi elégünk, ők vannak, mint a tenger, az ősanya, a víz. Mi halálunk után vagyunk halhatatlanok. Ők itt, az életben azok, a testet öltésben válnak örökké, a kedélyben, hogy a világ elmúlik, és minden fűszál megmarad, és az, hogy megmarad, az a nő. Hanvas Béla, az asszony. Sciencia szakra egy. Részlet. Az ember... A nő és a szépség közé tett egyenlőségi jelet általánosan és közönségesen magától értetődőnek tartja, és fenntartás nélkül elfogadja. Annyira, hogy a szépséget a női lénytől függetleníteni csak egészen kivételes esetben tudja. Úgy képzeli el, hogy a szépség örök világ tényének örökké megújult jelképe a Földön a nő alakjában, hangjában, mozgásában, lényében. Az ember nem veszi észre, hogy amikor a nőt szépnek mondja, tulajdonképpen a nő első és ős képével, Szofiával hozza vonatkozásba. Évát és Szofiát azonosítja. Az azonosítás az anyagi természetben kiküszöbölhetetlen. Az ember a nőt itt sohasem fogja tudni másként látni, mert sohasem fog tudni megszabadulni a benne élő Szofiától, az első asszonytól, az ősi szűztől, az égi leánytól, de sohasem tud megszabadulni az érzéki világban élő nő lényétől sem. Minden emberben élő ősi emlékek között az Istenről nyert őskép után azonnal az ősasszony következik, az ősi lény akit elvesztett, s akihez vissza kívánkozik, aki lényéből való igazi lény, s akinek Éva csak durva földi mása. Az ember Évának soha teljesen és maradéktalanul fel nem ül. Neki nem tud engedni, nem tud vele egyé lenni. Az ember legmélyebb lényében a földi asszonyt mindig fenntartással fogadja. És ez a legmélyebb lény tudja, hogy a szépséget nem Éva jelenti, hanem az égi leány. Éva nem szép. Éva bűbájos. Éva az a lény, aki szépségét a szellemvilágban hagyta, s a bűbájjal elcserélte. A bűbáj az asszony anyagiassága. Ez rajta a hatalmak bélyege, és ez benne és rajta a karakter, az arculat. A nő festi magát, öltözködik, kedvét leli abban, hogy belső lényéről nem is szólva, még testi valóságát is eredeti mivoltából kiforgassa, még anyagi alkatát is elváltoztassa és elfátyolozza egyetlen célja van. Csábítani. Bűbájosnak lenni. Hamvas Béla, a virágszedés lélektana. Részlet. Ha azt kérdezné valaki tőlem, kivel akarok élni, azt felelném, hogy a fehér anemona leányjal. Ha ránéznék, rajta kívül mindent elfelejtenék. A lété bűbájos, hűvös vize nézne szeméből, érintése bársonyos lenne, és úgy kell vigyázni rá, mint a fehér bársony szíromra. Jung azt a nőt, akit a férfi születésétől fogva a szívében hord, és akit tulajdonképpen és örök szerelemmel szeret, animának hívja. Anima és anemona, lélekvirág, boldogságvirág, a halhatatlan szűz virága. Minden férfi átélte, hogy a leányt, akit szeretett, menyasszony korában bűbájos, meleg, drága teremtésnek látta, és aztán a házasság alatt kitűnt, hogy tele van házártos, komisz, uralomra vágyó, kegyetlen, közönséges lélek hibáival. A menyasszony egyetlen méltó jelzője, hogy virágos ezért kell őt virággal elhalmozni, és ezért igaz, hogy a vőlegény kedveséhez virág nélkül nem mehet. A férfi azt hiszi, hogy virágot vesz feleségül. De nem. Nem vagyok Dante Gabriel Rosetti álláspontján, akinek a nőről nagyon rossz véleménye volt, s csak nem vallásos tiszteletben részesítette, mert úgymond le kellett aljasodnia, hogy szépségét megmentse. És azt sem hiszem, hogy a nő éppen úgy, mint a virág, káli istennő, magna máter színes ruhája, máját tarka varázslata. A nők jól tudják, hogy hiába sejem, bársony, ékszer, hajviselet, pirosító, fehérítő, feketítő, mosoly, hiába az egész bolondító farsang, hiába és hiába. A nőnek az árulást csak azért kell megbocsátani, azon kívül, hogy minden ellenünk elkövetett rosszat meg kell neki bocsátani, mert bár a férfit árulja el, de akinek sorsát ezzel tulajdonképpen megrontja, az ő saját maga. A férfi megúszza, a nő belebukik, belecsúnyul, belevénül. A valóságos nő pótlására, mint mondják, a férfi lelkében kifejlődött az igazi. Animának hívják a férfi női lelkét, azt a nőt, akit magában hord, talán, mint megszámlálhatatlan előbbi életek során kialakult lényt, mint mondom, nem a valóságosat, hanem az igazit. Lehet, hogy az anima a valóságos nővel szemben fejlődött ki hogy a férfit a tökéletes összeomlástól megmentse, és az igazi nőről való képet benne életben és épségben tartsa. Hamvas Béla, Eloiz és Abelár. Részletek. Nem nézhetek Isten szemével. A nőt csak saját férfi szememmel láthatom. A férfi pedig a nőt önkéntelenül annak a lénynek tartotta és tartja, aki érthetetlenül és irracionálisan van itt. A világban már minden készen volt, amikor megjelent. Talán lekésett, esetleg betolakodott. De akárhogyan, a világ eredeti elgondolásában nem volt benne. Később jött, talán hiányt pótolni, valami veszélyes lehetőséget megakadályozni, esetleg kiküszöbölni mintha a világban valahol valami végzetes feledékenység történt volna. Az is meg lehet, hogy komoly és nagy hiba, ami az egésznek létét felborulással fenyegette. Itt, ezen a hibás ponton, ezen a veszélyes és fenyegető hiányon, itt jelent meg a nő, hogy azt helyrehozza. A Biblia mondja, hogy mielőtt Éva megjelent, Ádám több lénnyel élt együtt. Egyet meg is nevez. Lilitnek hívják, aki bűbájos szörny volt. Ádám és Lilit viszonyából démonok születtek. A férfi azonban e bűbájossal nem tudott tartósan együtt élni, és akkor jelent meg Éva. Éva származása azonban kétféle. Egyesek szerint a szó annyit jelent, hogy asszony vagyis feleség. Mások szerint Héva annyi, mint visszájára fordított lény. A bűnbe esett ember, aki az anyagba zuhant, már nem élhet együtt Sofiával, a tiszta lélek szűzzel, hanem elkövetett bűnéhez mérten Évát kapta. Éva nem az ember igazi és tökéletes kiegészítője, csak Sofia pótlék, valaki, aki csak helyettesíti és pedig rosszul helyettesíti, aki nem szellem lélek, csak hús és vér és természet és anyag. A nő eredete tökéletesen más, mint a férfié. A nőt megérteni ugyanarról az alapról, amelyről a férfit nem szabad és nem lehet. A nő nem is lény, inkább lények halmaza. pallasz, Lilit, anya, szirén, Sofia, Éva, az idumeai éjszaka asszonya, Anima. És ezek a lények valamennyi nőben egyszerre esedékesek, és állandóan vannak és élnek. A női lét rejtett lehetőségei. Azt mondani, hogy a szerelem a ketté szakat lét egyesülése éppen olyan tévedés, mint azt, hogy a szerelem egy plusz egy. A szerelem nem szimmetrikus. A szerelem misztériuma éppen az, hogy a tökéletesen más férfi és a tökéletesen más nő, akiknek világhelyzete, eredete, természete, alakja, célja, végzete, tökéletesen idegen és más, ez a két egymáshoz képest teljesen aszimmetrikusan elhelyezkedő lény, ez a kettő találkozik és olvad egybe. Aki azt hiszi, hogy a mai férfi és nő viszonya titáni és sziréni, téved. Egész Európa kezdettől fogva a férfi és a nő között nem ismer más viszonyt, csak a titánit és a szirénit. Nem hiába nevezték el az európai szellemet Faustinak. Ez a nézés már érintés. Gyönyört néz. Kitapogatja. A nő pedig valósággal fürdik ebben a nézésben. A szexushoz két lény kell. Titán és szirén. Semmi több. Ahhoz, hogy a házasság megtörténhessen a két lényen kívül, a hatalmak beleegyezése is kell. A földön sehol és soha nem élt nép, amely ne tudta volna, ahhoz, hogy házasság létrejöhessen, Isteni beleegyezésre és megszentelésre van szükség. A házasság megkötése nem a természetben történik, hanem a psziché világban. A házasságot két psziché köti. Az Androgynosz. Sziencia szakra 3. Részletek. A hím és a nő tulajdonképpen nem a teljes nem, hanem a teljes egynek ketté tört volta. A hím is félnemű, a nő is félnemű. A teljes és az egész neve az androgynosz. A bukás után az androgynosz az aranymetszet szabálya szerint oszlott meg, és pedig úgy, hogy az androgynoszból a nagyobbik rész a hímre, a kisebbik a nőre jutott. Ami körülbelül azt jelenti, hogy a férfi nagyobb arányban vált hímnő lényé, mint a nő. A létkorrupció növekedésével azonban az aranymetszet aránya is elveszett, és egy emberen belül a hím és a nő aránya teljesen szabálytalan, a törésvonal egyenetlen, egyénenként más és más. Összeillő hím és nő kizárt esetté lett. Ettől kezdve a hím és a nő egyeztetése emberi lét feladattá vált, és pedig egyike a legnagyobb, és legnehezebb feladatoknak. Az androgynosz nem a szerelmet, vagy a házasságot, vagy a barátságot oldja meg, hanem mindig az emberen belül marad. Az androgynosz annak a kezdeti és elementáris kettős valóságnak a neve, amely a konkrét, emberi, szociális életben a férfi és a nő kapcsolatának a neve, amely a konkrét, ember, szociális életében a férfi és nő kapcsolatának a bázisa volt. Bázisa mindannak, ami a két fél nem között párhuzam, surlódás, ellentét, kiegyenlítődés, feszültség, vonzás. Az androgynosz a két félnemnek az emberen belüli primordiális egységét jelenti, olyan módon, ahogy a növényben egymást közös áthatásban a két félnem, mint egy egész, együtt és egymásból él. Az alapállás helyreállításának legfontosabb következménye, hogy a hímnő lény megvalósul. Nem biológiailag és nem pszichológiailag. A két fél nem egysége abban a sajátos körben történik meg, amely éppen a szexus köre, és amely semmi mással össze nem téveszthető. Kizárt, hogy az emberen belül teremtett kiegyenlítődés nélkül az ember külső sorsában rend legyen. Az androgynosz realizálása a normális létezés alapja. A férfival szemben a nő mindig természet, konkrét, mindig intim, mindig az időben marad és a földön. A nő halhatatlansága a mulandóságában van. Ezért női minden, ami ének és tánc, gyümölcs és virág, étel és ruha, évszak és hangulat, érzelem és gondolat, társadalom és test. Mindaz, ami eltűnik, és pedig nyomtalanul. Az örök és az elmúlhatatlan éppen ebben az illanó mulandóságban van, abban, hogy megfoghatatlan, és mindig konkrét és közeli, és egyszer van, és soha többé, és itt van, és sehol másút nincs, és nem is lehet, és megismételhetetlen, és egyszerű, mint a levegőben elolvadó hópehely. Hanvas Béla, a bor filozófiája. Részletek. Azt mondom, hogy éppen úgy, mint a növény esetében, a nő titka is testének illatában van. Ez az illat úgy távolról, absztrakt messzeségből elég egységesnek látszik. De ha az ember közelebb lép és a részletekbe merül, meg fogja látni, milyen különbség van például a nyak hátsó részén, a hajtövén lévő illat, és a csukló vagy a váll illata között. A női test végtelenül olajosabb, és éppen ezért könnyebb, ritkább, geniálisabb, végül spirituálisabb, mint a férfi test. A női alak bűbája éppen a dús olajokban való határtalan gazdagságának egyenes következménye. Igen, az, aki lehetőleg sok közvetlen tapasztalatot óhajt szerezni az olajokról, az a nőt egyáltalában nem hagyhatja ki. Szívja csak be a nő ajkának illatát, és elemezze csak egy kicsit, hogy mi van benne. Hunzutság, fecsekés, kihívás, csábítás, cukor, szédület, mámor, tűz, örvény, ragyogás, komisság, méreg, ajasság, kéivágy. Ezek mind a progéniusok, akik az ajak illatában bizseregnek. A magam részéről úgy tapasztaltam, hogy leginkább három zónát kedvelek. Az egyik az ajak, amelyről beszéltem, de különösen a száj sarka, amely a száj közepénél sokkal a fűszeresebb. A második a térd belső hajlása. Akár ostobaság, akár nem kimondom, hogy számomra a nő itt, ezen a helyen a leginkább nő. Hogy miért, azt nem tudom. Itt a térd belső hajlásának kötröcskéiben Váratlanul forró olajok illatoznak. A harmadik és legillatosabb, fűszeres olajokban a legdúsabb zóna, a tért fölött a felső lábszár belső oldala, ott, ahol a bőr a legpuhább és a legsimább. Az illatcentrum a legbelső oldalon, a tértől körülbelül négy-öt újnyira van. Gyakran egy-egy nagy illatélmény után elhatároztam, hogy egész könyvet írok erről az egész világegyetemben található, leges legillatosabb fűszeres olajokban leggazdagabb, alig két tenyérnyi kicsiny részről. Ezen a helyen bontakozik ki egy nő lénye teljesen. Azt merném mondani, hogy itt érzem erotikus intelligenciájának fokát és karakterét. Ha ezt az illatot megérzem, Tudom, hogy mennyi spirituális szerelmi olaj van benne, és ez milyen lángalég, mennyire világít, milyen meleg, milyen a füstje, fehér, lila, kék, rózsaszín, sárga vagy arany. Ha a nő jönne hozzám, és azt kérdezné, hogyan lehet szép, azt válaszolnám neki: Eredj a napra, kedvesem. Csak az lehet szép, ami a napon van. Nézd meg tested rejtett részeit, olyanok, mint a vakok. Ha ruhádat leveszed, a fénytől elszokva tanácstalanul pislognak. Szomorúak az ilyen vaksi combok, és nincs szánalomra méltóbb, mint az ilyen sötétségben tartott szép bársonyhas. Nem láttál még fürdőben olyan nőt, aki még soha nem mert levetkőzni, aki ingét még nászé szakáján sem vetette le? Milyen buják, mennyivel bujábbak azok a tagok, amelyeket még most is sok ruhat akar? Napot! Napot minden kicsiny helyecskének, hogy szemét ki tudja nyitni, felszabaduljon és öntudatos legyen. Öntudatos és szemérmes. Mert a kettő egy. Fel tudja tárni magát és elrejteni. A sötétségben tartott has, ha napra kerül, hirtelen szegényke nem tud szemérmes lenni, rémüldözik, és nincsen étvágy rontóbb, mint az ilyen önmagát nyitva felejtett tag. Napot! Dobjátok le ruháitokat, és eresszétek magatokhoz a fényt, és olyanok lesztek, mint az istennők szobrai. De nehogy azt higgyétek, hogy ez a modern mesztelenség kultusz vagy vörösre égetett bőr a szép. Ez csak olyan téveigés. Ahhoz, hogy szép legyél. Járj minden nap tíz percig mesztelenül, ha lehet férfi tükör előtt. Meg fogod tanulni, hogy nem szabad homályban élni. Nem szabad, hogy rajtad a tudattalan uralkodjék. Fel kell szabadulni. Nem szabad fénytelen életet élni. Napot, napot, a füllett ruhapára elpárolog, és olyan illatos leszel, mint a tenger. Mint a bor. Ez az, amiről beszélni kívánok a bornak e félelmetes hatalmáról, amit akár akarom, akár nem, kénytelen vagyok úgy hívni, hogy kurvaság. Ne ijedjetek meg e szótól, barátaim és barátnőim. Egyáltalán, ha borról van szó, ne ijedjetek meg semmitől. Gondoljátok meg, mi lenne, ha nőinkből ez a fundamentális világvalóság hiányozna. Gondoljátok meg, ha nem lennének kihívóak, nem akarnának soha elcsábítani, ha nem volnának kacérak, és nem figyelmeztetnének sohasem hangjukban türelmetlen forrósággal, hogy mikor vetkőztetitek le őket, mi lenne? Mint minden nagy dolog, tapasztalatom szerint ez is kétféle jó vagy rossz a rossz ateista. Így is megmerném fogalmazni, ez a nő ateizmusa. Ez a rossz kurvaság. A jónál elragadóbbat egy nőnél egyáltalán nem ismerek. Ez a nő legnagyobb veszélye és legmélyebb sötétsége. Ez lehet benne a legromlottabb, és éppen ezért, ha jó, csak nem olyasmi, ami a szentség határát érinti. Második rész. Hanvas Béla és Kemény Katalin kapcsolata. Hanvas Béla levele Páva Erzsébetnek, Inotai munkatársnőjének Tisza parkonyáról, körülbelül 1954-ben. Feleségem messze a legmagasabb rendű asszony, akit ismerek. Azt hiszem, ő tényleg szent. Barátom sok van, akiket szeretek, és akik engem szeretnek. Feleségemmel viszont olyan szellemi viszonyban vagyok, hogy bármit valósítok is meg, ő azt kicsinnek és kevésnek tartja, amiért mindig újra hálás vagyok neki. Azt hiszem, amit emberi tényleges, megvalósított értékben elértem, az teljes egészében neki köszönhetem, az ő követelésének, kritikájának, szidásának, korholásainak. Neki nem ilyen férj kellett volna, mondja, de Válaszolom én, adott körülmények között nincs jobb. Mire ő belátja, sóhajt, és arra gondol, hogy ez milyen kevés. Igaz. Nagyon kevés neki. Nekem sok. Én vagyok a szerencsés. Nyertem. Kemény katalin interjúja Hambas Béláról Lukács Lászlónak 1987-ben. Béla gyakran mondogatta, hogy szükségszerű találkozásunk akkor is megtörtént volna, ha Trianon nem következik be. Ha nekik nem kell Pozsonyból, nekünk meg Erdélyből Budapestre költöznünk. Édesapja ugyanis a háború vége előtt várta a kolozsvári kinevezést, mi pedig ugyanakkor készülöttünk Kolozsvárra. A pillanat azonban váratott magára. Természetes lett volna, ha a független szemlekörében ismerkedünk meg, ahová Béla Thomas Mark álnéven írt, és ahol nekem is jelent meg pár írásom. Noha ott mindenki ismerte egymást, ez mégsem történt meg, nyilvánvalóan azért, mert Béla nem vett részt az összejöveteleken. 1936-ban jelent meg a Rábelé fordításom, Gargantua és Pantagruel. A szerkesztőm listát adott kezembe olyan írók neveivel, akiktől ismertetés lehetett várni, és tanácsolta, hogy keressen fel őket. Egyszer épp a fővárosi könyvtárban jártam, eszembe jutott a tanács, példány is volt a táskámban, és csak úgy találomra megkérdeztem, itt van-e Hambas Béla? Ő, mint később olvasott naplójából kiderült, Reám ismert, az indián leányra, akit már régen figyelt az olvasóteremben. Az emeleti raktárban könyvespolcokkal elkülönített, szobaszerű fülkében találtam, előtte hatalmas asztal, a feldolgozandó könyvekkel, karnyújtásnyira teafőző, két finom angol porceláncsésze. Itt szokta vendégeit fogadni. Mire lekísért a villamos megállóhoz, szavak nélkül is tudtuk, sorsunk eldőlt. Pontosan egy év múlva titokban megesküdtünk. Úgy éreztük, összetartozásunk bensőségességét profanizálta volna a nyilvánosság. De azt is éreznünk kellett, hogy mivel a szokásos polgári házasság minimális anyagi feltételei is hiányoznak, ha szintvallunk, mindkét család szorongásával találjuk szemben magunkat anyósom, fia kudarcot vallott első házassága után, nagyon is véglegesnek hitte, hogy fia megtért bárányként tér vissza a valóban sok gonddal küzdködő családba, ahol mind a lelki, mind az anyagi bajokban ő nyújtott támaszt. Anyámra sem hatott megnyugtatóan, amikor Béla vacsora közben felsóhajtott, hogy legjobban szeretne már nyugdíjba menni az ők is fizetése, az én állás nélküliségem, és még hozzá a 12 év korkülönbség nem fette a polgári család alapítási eszményt. Így a két családot kész tény állítva, az apáknak már nem volt más teendője, mint beírni a családi bibliába a házasságkötés dátumát. Mi meg négy hét alatt megírtuk egy becsvágyó ifjú doktori disszertációját, és a kapott 300 pengőből gondtalanul elutaztunk Dalmáciába. És úgy élveztük a tengeri szél, az olajfák, az aranybor illatát, mintha az öröktől fogva és örökig tartana, és valahogy tartott is. Hámmas Béla levele Kemény Katalinnak 1954. szeptember 6-án Tiszapalkonyáról Budapestre. Drága szívem, ha azt hitted, hogy szabadságomat nélküled akarom tölteni, félreértettél. De most már tudom, 15-én jössz, és dolgaimat így rendezem be. Írd meg, mikor érkezel, melyik vonattal. Én egy fél nappal előbb jövök, hogy az állomáson várhassalak. Nem írtam, mert azt hittem, felfrissültél, és nem akartalak zavarni. Nem, Nemhogy sokat, állandóan gondolok rád. Születésed napján egész nap. Még tavaly verset írtam, de nem tudom, hová tettem, talán hazavittem. Körülbelül ezt. Boldog nem vagyok, csak otthon. Az otthon az, ahol te vagy. Pillanatnyilag Bertrand Russell logisztikájával és matematikai filozófiájával foglalkozom. Ez a korrekt, hűvös, abstrakt világ elfoglal és kiegyensúlyoz, sőt, rendet is teremt. Arra kérlek, hogy légy egészséges. Tudom, hogy nehéz. Majdnem azt mondtam, hogy nagy áldozatot követel. De talán érdemes. Itt készülök arra, hogy jössz. A takarókat gyönyörűen kimosattam. Szép új rezsó van, gyorsan és jól főz. Kitűnő méz kapható. A halász is megindult. Csók, Béla. Hétfőn reggel. Kemény Katali levele Hanvas Bélának sölti Tiszapalkonyára az 1950-es években. Részlet. Kedves Pajtikám! Úgy örültem, hogy egy hétre jössz. Terveztem, hogy megyünk ide-oda. Hangversenyt kerestem, és összeírtam, hogy kiket hívunk meg. Mostanában igen kiéhezett vagyok az emberi társaságra, és ne hidd, hogy csak az itthoni fulladtság kompenzációjaképpen. Azután. Mégsem írtam, hogy jöjj, mert mamuka szegény. Talán érezte, hogy itthon léted után én is le akarok utazni, vagy másért, de olyan borzasztó állapotba került, hogy se társaságra, se utazásra, se semmiféle életre nem gondolhattam. Munkaképtelenség, teljes letargia. Csók, kató. Kettes, kemény Katalin levél, ötvenes évek. Kedves pajtikám, úgy örültem, hogy egy hétre jössz. Terveztem, hogy megyünk ide-oda. Hangversenyt kerestem, és összeírtam, hogy kiket hívunk meg. Mostanában igen kiéhezett vagyok az emberi társaságra, és ne hitt, hogy csak az itthoni fulladság kompenzációja képpen. Azután mégsem írtam, hogy jöjj, mert mamuka szegény, talán érezte, hogy itthon léted után én is le akarok utazni, vagy másért, de olyan borzasztó állapotba került, hogy se társaságra, se utazásra, se semmiféle életre nem gondolhattam. Munkaképtelenség, teljes letargia. Csók, kató. Kettes, kemény Katalin levél, ötvenes évek. Kedves pajtikám, úgy örültem, hogy egy hétre jössz. Terveztem, hogy megyünk ide-oda, hangversenyt kerestem, és összeírtam, hogy kiket hívunk meg. Mostanában igen kiéhezett vagyok az emberi társaságra, és ne hitt, hogy csak az itthoni fulladság kompenzációja képpen. Azután mégsem írtam, hogy jöjj, mert mamuka szegény, talán érezte, hogy itthon léted után én is le akarok utazni, vagy másért, de olyan borzasztó állapotba került, hogy se társaságra, se utazásra, se semmiféle életre nem gondolhattam. Munkaképtelenség, teljes letargia csók, kató. Hanvas Béla részlet. Ő a legszebb szűz, a tisztaság. A fehér leány, a napsugárhajú, az égszemű. Látni nem lehet, csak nyomát. De ez a nyom éppen az, hogy nyomtalan. A semmi. Ahol járt, onnan minden eltűnik, s ami marad, a tiszta van. Ezért a semmi leányas, a halál huga. Nyári hajnalon az erdőben jár, a levegő minden illata eltűnik, s ami marad, maga a levegő. Szépségétől megborzad a föld, s harmatot verejtékezik. Ahol a lába a vízbe ér, ott olyan lesz, mint ő. A fény. Ő keféli a virág szírmait, ő súrolja a havat, főzi a szelet, s mossa a tengervizet ő törüli meg a szemeket, amikor kinyílnak reggel, és oly fényesek, mint a harmat szírom vagy a forrás vize. Látni nyomát ruhán, kézen, házon, emberen, látni úgy, hogy nincs nyoma, mert ő az egyetlen, aki úgy tud lenni, hogy akkor van, ha nincs. Ha tudom, hogy titok vagy, nem vagy az többet. De nem tudom. Csak egyet. Rajtad keresztül jöttem, s rajtad keresztül jutottam ilyen tájra, és ismét rajtad keresztül más-más világba, varázsba, magamnak hitt magamba, ami más volt. Rajtat keresztül végül is hová jutok. Neved Maja. Bűvös varázs. Ez az arcod, a látható. De te vagy az is, amit az arc eltakar. A mindent elnyelő, sötét szakadék. Sakti, Psziché, Szirén, Mana, Uránia. De te vagy a másik is. Gája, Szofia, Yin és Anima. Te vagy a négy nagy M. Maja, Moira, Múzsa, Máter. Az ötödik M. Misztérium rajtad keresztül ment ki Ádám az Édenből, és rajtad keresztül fog visszatérni oda, ami több, mint a paradicsom. Kemény Katalin levele Hanvas Bélának Budapestről Tisza Palkonyára. Részlet. Kedves pajtikám, nem tudtam hamarabb bírni, nem is tudom miért. Talán mert vártam, hogy valami egész kedvezőt írjak. Persze ez túlzott várakozás volt, bár az a tény, hogy vannak fejfájásmentes, sajnos akkor sem friss fejű óráim, már a múlt hetekhez képest eredmény. Szántó Piroska kiállítása állítólag gyönyörű. A szerint, aki szerint viszont az én versem, ami neked annyira tetszett, olyan, mintha harminc évvel ezelőtt írták volna. Attól tartok igaz. Írtam magamnak egy epitáfiumot az végső küszöbön egyetlen költemény nélkül megállok. Jele nincs, záloga nincs, nem élt, sustorognak halszemű párok. Néma hajó útra szállok, idegen, nincs jussom a hűs halálhoz. Evezőim a ködöt fényesítik. Csók, kató, hétfő délután. Add vissza török tének a tálat. Kedves pajtikám, nem tudtam hamarabb bírni, nem is tudom miért. Talán mert vártam, hogy valami egész kedvezőt írjak. Persze ez túlzott várakozás volt, bár az a tény, hogy vannak fejfájásmentes, sajnos akkor sem friss fejű óráim, már a múlt hetekhez képest eredmény. Szántó Piroska kiállítása állítólag gyönyörű. A szerint, aki szerint viszont az én versem, ami neked annyira tetszett, olyan, mintha harminc évvel ezelőtt írták volna. Attól tartok igaz. Írtam magamnak egy epitáfiumot. Az végső küszöbön egyetlen költemény nélkül megállok. Jelen nincs, záloga nincs, nem élt, sustorognak hajszemű párok. Néma hajó útra szállok, idegen, nincs jussom a hűs halálhoz. Evezőim a ködöt fényesítik. Csók, kató, hétfő délután. Add vissza török tének a tálat. Kedves pajtikám, nem tudtam hamarabb írni, nem is tudom miért. Talán mert vártam, hogy valami egész kedvezőt írjak. Persze ez túlzott várakozás volt, bár az a tény, hogy vannak fejfájásmentes, sajnos akkor sem friss fejű óráim, már a múlt hetekhez képest eredmény. Szántó Piroska kiállítása állítólag gyönyörű. A szerint, aki szerint viszont az én versem, ami neked annyira tetszett, olyan, mintha harminc évvel ezelőtt írták volna. Attól tartok igaz. Írtam magamnak egy epitáfiumot. Az végső küszöbön egyetlen költemény nélkül megállok. Jelen nincs, záloga nincs, nem élt sustorognak halszemű párok. Néma hajó útra szállok, idegen, nincs jussom a hűs halálhoz. Evezőim a ködöt fényesítik. Csók, kató, hétfő délután. Add vissza töröktének a tálat. Hamvas Béla levele kemény Katalinnak Tiszapalkonyáról Budapestre, körülbelül 1952-ben. Drága szívem, legelső benyomásom az a csodálkozás volt, hogy miképpen olvad egybe zene, festés és nyelv oly módon, ahogy még soha nem láttam. Aztán éreztem Mozartot, a Debussy utáni francia zenét. Festők közül egyet sem tudnék határozottan megnevezni, költők közül még kevésbé. Ez volt mindig az, amit tőled vártam és kívántam, és a labdajáték legszebb részei ennek előzményei. Mindaz a szépség, művészet, orfikus világ, amit éltél, az itt tökéletesen realizált alakban van. Milyen szigorú ez a forma, milyen kötött, mennyivel szigorúbb, mint minden rímes mértékes vers. Annyira realizálva, hogy az ember tapasztalata, aki ezt írta, az nem véletlenül, vagy transzban, vagy mámorban, vagy esetlegesen ilyen, hanem ez az ember így él, így lát, Őszintén ezt tanulta, ezzé vált. Egyszerűen semmi magyarul írt nyelvet ehhez a műhöz nem tudok hasonlítani, idegent is alig. Mert semmi bukfenc nincs benne. Ez az, amit mindig vártam már húsz éve, és ez az, amit mindig kerestél, és most megvan. Sohasem szereztem a Hen Panta Einájról a minden egyről élményszerű bizonyítékot, mint itt. Nagy öröm és megnyugvás volt bennem. Végre megvan, amit oly sok kinnal kerestél. Végre megvan, hogy nem nyugodtam bele konvencionális verseidbe, és tiltakoztam ellenük, vállalva azt, hogy neked mennyire fáj. Nem törődhettem fájdalmaddal. Nem is tudod, mennyire fájt nekem, mert nem elégedhettem meg. Most aztán megvan. Itt a te felől a pillanat felől, az élet felől, a nő felől történik az egybeolvadás. A világegység megteremtése. Azt akarod, hogy tíz lapot írjak tele mindazzal, amit bennem felébresztett és ami elragadott. Nyugodt vagyok felőled. Most már teljesen nyugodt. Nem lehet benned mély hiányérzet. Legfeljebb, hogy ezt tökéletesen kiboncsad, és soha ne írj művet, csak egy mondatosat mint műfajt. Minden esetre este megint elolvasom, és már alig várom az estét. Az ember az ilyen művekkel úgy van, hogy szeretné titkát meglesni, pedig nincs is titka. Mindig rád gondolok. Csók, Béla. Kedden, délben. Kemény Katalin, levelek a halott baráthoz, második levél a hajló fűszálakról. Részlet. Közel a városhoz, és mégis elég távol igyekszem élni. Az évszakok szerint. Amikor zavar van bennem, beteg vagyok, türelmetlen magammal és másokkal, és a sorsal szemben, tudom, most kiestem az évszakból. Az utolsó hetekben madárdallal, csillagokkal és virágokkal éltem. Így élek most is. Egyszerre látom a csillagot, és hallom a madárdalt, és mikor a tavaszi virágok illatát érzem, nem gondolok sem madárra, sem csillagra, mégis emlékszem rájuk. Csillag, madár, virág. Miért kell együtt látni a hármat? Valóban egy világba tartoznak? Néha ezben nem a három legkülönbözőbb lét, a három legtávolibb világ. Máskor a nagy egy szimbóluma néz rám belőle, az egy, akár kezemben ez a kis szál, rajta három levél, lóhere. Emlékszel, milyen szenvedélyesen kerestem valamikor a négy levelűeket? Te játékosan csúfolódtál, de jól tudom, kicsit irigyeltél érte, és szeretted, ha könyvedbe csempészek egyet-egyet. Nekem oly sok volt. Szerencsét hozott rád a négy levelű lóhere. Fejünkön apró és forró hullámok futottak buborékokban, mert szerettük a büszke kivételt. Így akartunk a láthatatlan erők mögé nézni. El akartuk csípni őket a magunk számára. Ma már tudom, azt hiszem, tudom, hogy nem kell mögéjük nézni, egyé kell velük válni. Csak így lehet betölteni a sorsot. Mond: van ember, aki betudja tölteni a sorsot? Hanvas Béla, az Androgynos, Sziencia Szakra 3, részlet. Az Androgynos megvalósulásának első lépcsője, ha a férfi a nőt magába visszaveszi, érte helyt áll, magát felelőssé teszi, a nőt fedezi, betakarja, megvédi, gondjaiba veszi, a nő a férfibe visszatér és bele-visszanő, benne nyugszik, virágzik és kiteljesedik, és magából kibontja az aranykedéit. intimitásába beolvasztja, ami nem egyéb, mint amit életközelségből adni tud. Jó étel, csinos ház és tiszta béke. Kemény Katalin, a hely ismerője, a vagy a magányháza, 1968-ból. Te én vagy, és én te vagyok. Egymásban lakunk, de nem úgy, mint ugyanazon a száron az egymáshoz illeszkedő levelek. Köztük még van távolság és közelség, és a viszonylatok különbségét összetartó szár, az arány, az illeszkedés, a ritmus, a számtörvények közvetítette, a számokat kioldó szeretet. Ott még van fény és árnyáték, ott még érvényes az időváltozása, ami nem egyéb, mint a szeretet lankadása vagy izzása te én bennem, én te benned. Az együttlét teljében megszűnik a vonzás, a taszítás, a megvalósult szeretet már a szeretet szót is levetette magáról. Minden szót levetett magáról. Egymásban megkülönböztethetetlenül. És épp ezért most már tudom, nem fogsz a kapuban megállni, és csodálkozva körülnézni szólván, né, kaput is építettél, mert te vagy az a kapu. És nem fogod egy váratlan pillanatban megkopogtatni az ablakot, mert ez csak az időben történhetne. Nem. Nem fogsz megjelenni, mert itt vagy. Te vagy az a ház, itt bennem, én te bennem. Hanvas Béla naplójából, 1945. március 13. Szentendre. Annyi boldog és nagy pillanatot éltem itt, hogy ismét nehéz szívvel távozom. Uram, édes Jézusom, vezes haza katóhoz. A tiszta élet rejtőzés nélkül, szenny nélkül, hazugság nélkül, ez legyen célom most, ez valósuljon meg. Vezes, amerre te jónak látod. A tekezetbe ajánlom kató lelkét és az élelkemet. Ne hagyj el soha. Egyetlen pillanatra sem. Ne engedj át a véteknek, édes jóatyám! Engedd meg, hogy a megalázás és a szükség nehéz napjait türelemmel elviseljük. Drága kis katómnak adj erőt, egészséget, belátást világosságot és szerető szívet. Szeressük egymást a te nevedben. A te kezedben legyünk mindannyian. Ámen. Kemény Katalin Holtele Csend című verse 1971-ből. tele Csend Hold tele Csend Madárszány rebben és karcolja, vagy a gyenge megy rezzent egy régmúlt érintésre. Milyen széles éjszakába borultál, fényeddel betöltöd a kertet, mosolyod messze koszorúját fűzött körém, álmamat megérinted a lomb alatt, madárka rebbent. a méz, fénytele holdból, csordul a csend, kék éjszakából. A csend, a fény, melyikük rejt téged enném a ragyogásban? Hatos, holdtele csend. Hold tele csend. Madárszány rebbenés karcolja, vagy a gyenge megyfalob rezzent egy régmúlt érintésre. Milyen széles éjszakába borultál fényeddel, betöltöd a kertet, mosolyod messze koszorúját fűzött körém, álmomat megérinted, a lomb alatt madárka rebben. Csorbul a méz fénytele holdból, Sordul a csend kék éjszakából. A csend, a fény, melyikük rejt téged, enném a ragyogásban? Hatos. Holt tele csend. Holt tele csend, madárszány és karcolja, vagy a gyenge meg falon brezzent egy régmúlt érintésre. Milyen széles éjszakába borultál, fényeddel betöltöd a kertet, mosolyod messze koszorúját fűzött körém, álmomat megérinted, a lombalat madárka rebbent. Csorbul a méz fénytele holdból, csordul a csend kék éjszakából, a csend a fény, melyikük rejt téged, enném a ragyogásban. Hatos, hold tele csend. Holt tele csend. Madárszány rebbenés és karcolja, Vagy a gyenge megy falomb Rezzent egy régmúlt érintésre. Milyen széles éjszakába borultál, Fényeddel betöltöd a kertet, Mosolyod messze koszorúját, Fűzött körém álmomat megérinted, A lomb alatt madárka rebbent. Csorbul a méz fénytele holdból, csordul a csend kék éjszakából, a csend a fény. Melyikük rejt téged enném a ragyogásban.